Nagyon rossz a közlekedési morálunk egyébként. Igen. Ezt szerintem úgy elvittem volna, hallott, gombázni. Oda be, az erdbüzébe, mezőre. Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Facepapi, Facepapi, hát köszöntelek titeket úr itt a csatornán, és köszöntelek benneteket úgy egy nézzük együtt részsel. Van a budapestiautosok.hu, és van nekik Budapesti Autósok Közössége néven egy YouTube csatornájuk, és most minden videót erről a YouTube csatornáról, vagy ott megtaláltok, mindent onnan fogunk most böngészgetni, szemezgetni, hogy nekik miket küldtek be, milyen a fedélzeti kamerák lejátszási listába másztunk bele egy kicsit, és megnézzük, hogy milyen Budapest és környéki balesetek, hülyeségek, bolondságok történnek, meg vannak. Nézzük együtt! A Hondás. Na. Megy, mint a... Várjál, már fordítva ment a izével? Láttad? A körforgalommal. Visszafele, basszus. Nénike. Hát csókolom. Mi ez? Ez a Nagykörösi? Ez a Nagykörösi Pest felé. Vagy az M5-ről menjünk befelé. Város felé. És a néni sétálgat. Na, rendes csávó megállt. Segít neki. Elviszi, vagy valami. Azért mondani kell neki, hogy ne az úton sétáljon. De... Hát mondjuk sok olyan ember van sajnos, aki... Nincsenek már annyira nagyon a helyzet magaslatán. Mondjuk néha én is vagyok így vele. Mit csinálnak azok ott a bokor? Na már jön vissza a gyerek. Mintha már azt láttam rossz. Ha? Szevasz. Rendes csávú vagy. Azt mondja, hogy autópálya. Daig oké. Okay. Megunta, ahogy a teherautó előzi a kamiont. Akkor gondolom majd innen fog. Aha. Gondoltam, hogy ez lesz. A címeket jó lenne látni, ugye? Azt mondja, erre nincs mentség, ráadásul T betűvel. Igen, már hogy? Ő most arra kanyarodna. És mit volt bekarikázott? Piros volt a lámpa, vagy? Ja, hogy átment a záróvonalon, és akkor piros a vasút, ő meg arra befordul viszont. Há! Hát erre nincs mentség. De hát ezek ilyen, itt azért Budapest és környékén ezek nagyjából egyébként mindennaposak. Ez is azt mondja, Nagykörösi felhajtó. Ó, de szépen bevágtál. Hát igen, azért itt tényleg itt Pest és környékén kagyarív dupla záróvonal. Itt Pest és környékén sokan úgy mennek az autóval, és úgy mennek a kereszteződésekhez, meg a ó, de szép volt, hogy mint régen, mikor nem volt hús és húsosztáskor, mindenki rohant. Gyere ki, ez az. Szarik mindenre, fogja, kijön, kész, kihajt. Te csinálj, amit akarsz. Vannak napok, amikor úgy érzed, nem, hogy ó, ez az. Amikor azt érzed, hogy meg akarnak ölni. Tehát, hogy az inkább arról szól, hogy mész az úton, hogy meg akarnak ölni. Megyünk, 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 megyünk. Valaki kijön. Ez az, gyere. De szép volt. Kocs, kocs. Bocs, bocs, de só asszonya. Ah.
képzeled magadot? Hát kinek képzeled magadot te? Isten! Azt mondja, hogy kamionos. Igen, megint nem néztem a címet. Többször megállásra kényszerítette a olvasónkat. Az M5-ösön majd leköpte. 10 percen át veszélyeztetett. Na, Audis. Q7. Jaj, nem látjuk a rendszámot. Azt mondja, hogy Szeged, ez is, ez az M0. Az most megint az Audis? Mindjárt még bevág valahonnan. Ott van, ottan, ott az Audis. Valami nagyon nem tetszhetett neki. Nézd meg. Miért megy le? Jó, már nagyon lassan mennek, hogy hagyja, hogy na, menjél már, hülye gyerek, jó van már. Nem kell itt a izé. Nem kell itt a kakaskodás, meg a kakastojás. De nem akkor sem. Hát itt nem marad más, mint a bunyó. Milyen kocsid van egyébként, hogy ennyire, hogy miért nem izélet ki? Indexel. Istenem. De ilyenkor nem meg kell verni? Na, figyeld. Kicsit sem baleset veszélyes egyébként ilyeneket csinálni, meg ezzel szórakozni. Akármi is legyen. Na, és már húzza, figyeld a kormányt. Hopp, az meg egy kicsit vissza, az megint húzza. Úgy sem megy neki. Tehát csak ijeszget, akkor meg mit foglalkozol vele? Menjél mellé, zárd be. Úgy, úgy. Már most biztos már mindjárt majd még külsőből megpróbálja meg megelőzni. Ja, Istenem, már mindjárt itt vannak az IKEA-nál, meg a Tesco-nál, hát... Ott már mindenféleképpen meg kell állni, mert venni kell egy hotdogot az IKEA-ba, nem? De az IKEA mellett nem lehet anélkül elmenni, hogy ne állnál meg, azt ne vennél egy hotdogot. Tesz hülye. Kezdem azt hinni, hogy elmögött már valami van. Vagy volt valami más elmögött, hogy ez a pasia. Azt a csaj vezet, és akkor azért, hogy figyeljél már, álljál már, beszélnünk kell. Lehet, hogy csak el akarja mondani, hogy szereti, nem? Hogy ne hagyja el, hogy ne menjen, vagy valami ilyesmi. Nem tudhatod. Hogy gyere utánam, majd megbeszéljük a Vidán Parkban egy vattacukor evése mellett, ahogy a Breakband Dance-be toljuk. Na, nem? Nem jó ötlet? Na, most mind a kettő megáll. Jézusom! Te ezek bolondok! Na, hát itt már akkor nyomjad neki, hát úgy el lehet tűnni a kocsik között akkor, hogy nem is igaz. Na, vagy még lesz? Már 100-zal megy. 105, 101, hát ójjjj. Na itt már 80-as, meg 70-es, itt már 70-es tábla van. Gondolom én, nem tudom, nem járok erre. Na, most ez meg most félreáll. Megnézem, hogy merre megy. És utána megy, mi? Most jönnek az Adi felé. Erre sokat járok amúgy. Ez már az Adi. Na, itt merre megyünk? Ekkor szidja és köpi le olvasónkat, majd kielőzi. Itt az Adinál. Hát, egyébként itt, ha jobbra fordulsz, akkor én arra lakok. Semmi a magyarázatot nem találom. Hát nem is a jó húzógok, de a húzógok gyárlatok. Én először. Hatalmas medencét szállított az M1-esen. Igen, és? Hát nagyobb, mint az autó, ez tény és való, de...
Ez most oké, és akkor, de ha le van kötve, most ezt nem igazán értem, hogy az ilyen, ez is kb. Olyan, hogy akkor köpjük be. Nő ma mekkora medencét. Levágta feketén a malacot. Hop, 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 fék. Hát igen, mert ott volt a kamera. Nehogy megcsípje. Itt a ilyen felét, ha egyszer nem kapózták el az előzést. Ez a hídon. Sietek ez is, mert húztasztottak, hát most mit tudsz csinálni? Ez motoros volt. Kamerás. Ott az a madár. Ez iszénél van? Arnó? Mi az? Mi van ez? Szikszónál van? Ugye azt hiszem, ez nem Szikszónál van? Lehet, hogy hülyeséget mondok. Itt a 37-es. Sok kukát viszik el. És kiszáll a kuka? Kihá. Repül a kuka, ki tudja, hol áll meg, és kit hogyan talál el. Lesz jelenleg az Alpokalján a Balaton. Ő is azt gondolja, lehet esélye. Járásban elsőfokú riasztás érvényes. Ez szép. Lesz jelenleg az Alpokalján a Balaton környékén valamint három északkeleti járásban elsőfokú riasztás érvényes. Nagyon rossz a közlekedési morálunk egyébként. Igen. Oh. Ezt szerintem úgy elvittem volna, hallott, gombázni oda be, az erbizébe, mezőre. Szétrobbant a kerék. Hát igen. Puff. Az szép. És az felrepül, az úgy kiviszi a szélvédőt, mint annak a rendje. Ezek jók, mert ezek mind ilyen magyarországi felvételek, úgyhogy ezeket csipázom. Úgyhogy szeretetek az ilyeneket, akkor itt a csatornára keresetek rá, aztán iratkozzatok fel. Na, mégiscsak? Ja, még meg is fordulsz? Ne. Ezt nem mondod, hogy ezt meg így. Ez már 17. kerületben volt, azt hiszem, vagy a 15-ben. Figyelem, a nyugalom megzavarása régen. Ez egy közelmúltban történt baleset, aminek elszenvedői elrendetésképpen szerették volna közvetlenül a videót. Legyen egy kivételtlen, ilyen egy kivételtlen helyzet. Mindenki vigyázzon az utakon. Hát tudom, hogy egy kicsit tartott. Fordult volna be, és még a motorosra rágurult. És még rátulatott a motorosra, basszus. Ó, te jó van. Ne. A legtöbb azt hiszem az, hogy rátulatott, hogy rágurult. Akkor ezek szerint azért mindenki rendben volt, és hát hálásnak annyira, hogy a motoros sem ment gyorsan, tehát a motoros nem ment úgy gyorsan, csak már nem tudott mit csinálni. Ha nagyon gyorsan mentek volna akkor ott. Csodálatos módon a baleset csontörésekkel és zúzódásukkal úszták meg. Na, én is erről beszéltem. Többet a család nem szeretne róla. Na, srácok, hát nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett nektek is ez a videó. Vannak ilyen videóink is, amikor arról szól, hogy mire figyeljünk oda, és mit ne csináljunk, vagy mit hogy ne csináljunk, vagy egy kicsit, hogy elővigyázatosabbak legyünk. Még egyszer elmondom, ez a Budapest Autósok Közösségének a YouTube csatornájáról néztünk most videókat. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ezzel is mutatjátok nekem, hogy nézzünk-e még videókat az ő csatornájukról, vagy bármi ilyesmit. Jövünk legközelebb is, Facebook voltam, vigyázzatok magatokra, szevasztok, ciao.